ide annyi szerszáma ennek a köcsök kis lyuknak. Fúrószáram használhatatlan, ezt is meg kell élezni. Még jó, hogy van másik. Ványa szúró fűrész, nem? Közben gyorsan megnézünk valamit. Bekapcsolt éppen a ventilátora az egyik töltésvezérlőnek. Hát egy kis árukapcsolás, most akkor egy kis napelem. Ez akkor fordul elő, mikor viszonylag magas a hőmérséklet, illetve még nem éri el az akkumulátor teljes töltöttségét. És akkor, hogyha elér mondjuk a belső maghőmérséklete a 45 fokot, akkor azt lehűti 40-re a ventilátor segítségével. Hát itt még van 49, majd 50 perc a végéig. Aztán új videó. Majd áttakarítjuk okosba. Köszönni, ki fog. Lehet röhögni, igen. Das kémény. Das is kemény. Jobban mondva, kémény. A javából. Igazi, valódi, ungarusje, sufni tuning. De messze vagy. Itt a darázsfészek is, de szeretem.
Pulykálhatom én napközben össze-vissza. Mindig jön valaki haza. Na, de mielőtt itt elkezdenénk, menjünk csak be egy kicsit. Kutyi! Tehát összeraktam itt is a csövet. Kivágtam ezt a részt, ugye, hogy a falon ki tudjon menni. Ezt majd egyébként később be fogom dobozolni, és akkor kőzetgyapottal fogom majd szerintem kibélelni. Az a legegyszerűbb, legpraktikusabb, meg nekem van is kőzetgyapotom, úgyhogy ezzel fogom majd megcsinálni, ugye az rossz hővezető, tehát az nem fogja átadni a hőt, de elméletileg majd itt a csőnek már ezen a részén azért nem kellene olyan forrónak lennie, szóval ilyen tekintetben már azért nem kell annyira tartani tőle, hogy mondjuk tűzeszélyes lenne, de természetesen azért le kell védeni. Időközben egyébként vettem még vastag csövet, találtam egy méteres darabot, mert ugye ott indítottam vastag csővel, az fixen be van építve, és akkor van még egy méteresünk. Itt van egy 25 cm-es darabom, ami még vékony falu, viszont még ezt ki fogom cserélni vastagra. Ugyanis a 90 fokos könyököm szintén vastag, ez a méterem szintén vastag. És akkor, ha meg már idáig eljut a füstgáz, itt már csak végnyav falu van, de remélhetőleg ez már nem fog problémát okozni, úgyhogy még azt a 25 centist akkor lecserélem, hogy odáig végig vastag falu legyen. Itt van egy téjelágazás, mint mondtam, ami azt a célt szolgálja, hogy az egyik részén persze kivezeti a kéményhez a füstöt, a másik részén, amit most nem láttuk az ebbtől, van ugyanúgy egy tisztító nyílás, mint ott a KH-nak az oldalán, és akkor ott szépen be lehet nyúlni, tisztogatni. Úgyhogy nagyjából így áll össze a történet ide bent, ugye ez lesz majd a végleges formáció szintén, csak annyi, hogy akkor majd be lesz az már építve, hogyha ez így működni fog. Mert ugye ez így végig 120-as átmérőjű, azért akarok tenni vele mi hamarabb egy próbát, hogy megnézhessem, hogy valóban így milyen húzat keletkezik, vagy mennyire nem, vagy mennyire bajos, és ezért is szeretnék mi hamarabb azért befűteni, egy próbafűtést csinálni. Csak hát így, hogy nem ideálisak a körülmények még, ezért ez így nem tudom, hogy mennyire lesz jó kiinduló pont, de azért egyfajta támpontként már biztos fog szolgálni, és egy-két adatot nyújtani, majd meglátjuk. Ugyanis délelőtt folyamán olyan jó csepergős, szemelkélős, felhős idő volt, 20-22 fok. Gondoltam, ha kitartana, mire ezt itt kivágom, meg kiviszem a csövet, összerakom, hogy addig, ha ez kitart, akkor be is lehetne fűteni, de sajnos kisütött a nap, már láttam, hogy ki fog melegedni az idő, van vagy 28-30 fok. De ha estére lehűlne, ami nektek nem optimális, mert a kamera úgy azért kevésbé lát, bár a tűz látványa az ugye az egy kicsit látványosabb lesz majd, ha lesz olyan. Viszont ha lehűlne megint egy olyan 20 fok környékére este, mint ahogy ezt tegnap is tette, akkor egy próbafűtést lehetne eszközölni. Szóval ott kimegy a füstcső, és akkor megnézzük kint a tálkolást. Szóval, hogy miért ilyen, amilyen? Hát én maradnék árnyékban közben valamennyire. Szóval, hogy ez miért lett ilyen, amilyen? Az, hogy most úgy ferde a ti szemszögötökből tekintve, hozzá valamit. Hű, ez az okos módi. Fél szavakból is. Szóval azzal nem kell foglalkozni, mert ez nem így fog állni. Mert itt, ahol ki fog jönni a cső, ráadásul még nem is annyira arra az irányba, hanem egy picit még elrébb, nektek jobb oldalra, ki fog jönni a cső, akkor a kéményhez még csatlakoznia kell. Szóval az rá van számolva, tehát a kémény egyébként az pont az épület tengelyének a közepén, tehát a gerincnél fog majd felmenni. Ez az egyik dolog, ez most azért ferde csak, mert így tudtam rögzíteni, kókány, de nem számít, az a lényeg, hogy a helyén van. A másik dolog az az, hogy amikor a kémény el fog készülni, akkor az magasabb lesz, mint ez, de ennyi füstcsövem van, így is jó, hogy legalább ennyi van, és így akkor össze tudtam rakni, mert ugye ez csak arra kell ideiglenesen, amíg
egy próbafűtést nem csinálok, vagy kettőt, vagy hármat, mert ugye ezért szeretném majd többször is megpróbálni, illetve hát az első fűtést amennyire lehet nem komolyan véve, éppen hogy csak begyújtani, és így fokozatosan egy kicsit nagyobb hő terhelést adni majd a kályhának, nem pedig egyből bedurrantani. Szóval, hogyha majd a kémény kerül fel, az teljesen fel fog menni, a gerinctől még egy olyan jó fél méterrel feljebb elméletileg, illetve azzal tudok majd játszani, mert ahogy mondtam, hogy be fog csatlakozni majd a cső, mert én azzal játszok egy kicsit, hogy ugye ezek a füstcsövek, tehát normál esetben azt meg lehetne csinálni, hogy ahogy kijön a füstcső a falon túlra, innen már indítom a kéményt, és akkor megy fel egészen a gerinc fölé fél méterre, tehát akkor van mondjuk egy 5-5,5 méteres magasságú kéményem. Viszont a kémény drágább, mint a füstcső, tehát innen kezdve, egyébként meg a kéményem már adott, az megvan, és az nem több egy olyan 3,5 méternél talán jelenleg, vagy valami ilyesmi, hogy akkor felhozom majd a füstcsövet is a végérvényes rendszernél, ha ez az átmérő majd így megengedi, és működni is fog, és lesz benne kellő húzat. Ez volt az, vagy mi volt az? És csak valahol itt 2 méter magasságba fogom majd csatlakoztatni a kéményt, és úgy felvinni. Mert inkább a füstcső legyen több, ami olcsóbb, mint sem mondjuk a kémény, aminek egy méteres darabja jelenleg, ahogy néztem, ahol korábban vásároltam azt a kéményt, 40 ezer vagy 44 ezer forint, egy méteres elem. Ugye ez egy 3 rétegű acél, saválló, mindenálló, hülyeálló kémény, úgyhogy szigetelt kémény, tehát azért nem mérik annyira nagyon olcsón, még ezt a 130-as átmérőt sem. Abból a szempontból sem optimális egyébként a helyzet, hogy mivel a kémény mondtam, hogy 130-as átmérőjű, ezek a csövek végig 120-asok, kivéve a legvége, ott van egy bővítő, az pont azért van nekem, mert a kabinnál is úgy van, hogy a KH-ból 120-as cső jön ki, és a kémény ugye 130-as, tehát kellett egy átalakító idom 120-130-ra. Tehát ebből a szempontból megint nem ideális, hogy az utolsó 3-3,5, nem tudom hány méter, az nem 130-as átmérő, de nem gondolom, hogy ez a próba során akkora nagy különbséget jelenten az 1 cm-es átmérőbeli különbség. Ha nem lesz kellő húzat, akkor az nem lenne a 130-as kéménnyel sem, tehát akkor mindenképp nagyobbra kell cserélnem, sőt, akkor esetleg már bent a fűtött patkánál is nagyobb átmérő cső kell, vagy ott még van egy olyan lehetőség, hogy még azt meg tudnám tenni, hogy nem rakok bele csövet, hanem egy az egyben a fűtött patka, ahogy fel van falazva, az maga a füstcső szépen, csak azt akkor tényleg felülről is le kell zárni majd teljes mértékben, hogy ugye a füstgáz nehogy beáramoljon a légtérbe, a lakótérbe, tehát ezt teljesen zárták el kell akkor tenni, és akkor úgy egy vastagabb, egy nagyobb átmérőjű kéményhez csatlakoztatni a dolgot. Szóval így van jelenleg, hogy sajnos gerincnél fog kifutni, de én azért bízom benne, hogy ez nagy gondot nem fog jelenteni, már csak azért is, mert látszik a húzatfokozót, bár most nincs nagy szél, sőt egyáltalán egy kis légmozgás van csak, a húzatfokozót azért, ahogy majd irányba állítja ez a gyenge kis szellő, akkor annak megfelelően nem fog gondot okozni, és akkor nem fog csapkodni, és ezáltal majd az első begyújtás alkalmával sem fogja visszanyomni mondjuk a levegőt, annak ellenére, hogy nagy hőmérsékleti különbségről nem beszélhetünk, ugye bent és kint nagy magasságbeli különbségről megint nem beszélhetünk, ami ideálisabb lenne, mert így ez egy olyan 4,5 méter körülbelül, ami a tűztér, 4-4,5 méter, ami a tűztér meg a kémény vég között van, de azért már én is kíváncsi vagyok, szeretnék egy próbát tenni mindenképp. Illetve még nekem ugye azon kellett azért gondolkodnom, hogy itt, ahol túlnyúlik az oromdeszka rész is, tehát nekem a kéményt akkor úgy kell elhoznom, hogy elférjen mellette, tehát nem elég, hogy rászámolok egy 10 centit itt a falnál, ahol kijön a füstcső, mert ugye majd erre nekem rá fog jönni a 10 centi szigetelés. Tehát azt a dobozt, amit mondtam, ami gyapottal lesz szigetelve és körülvéve ez a kijövő füstcső, ezt úgy kell majd csinálnom, hogy kijöjjön a fal síkján túl egy 10 centit, sőt egy olyan 12 centit, illetve hát, mert ugye még a burkolattal is számolni kell, ami fogalmam nincs még, hogy mi lesz, mert én még mindig gondolkodom egyébként faburkolatban, de a kőpor lenne a legjobb, meg legautentikusabb, és ez még mindig szellőzik, meg az esőálló lenne, szóval csak ez egy kicsit pepecsbabrásabb, de még az is lehet, hogy az lesz, nem tudom. Szóval rá kellett számolnom a 10 centit, plusz a burkolat, ami rájön egy olyan plusz 2 centit, viszont ez nem elég, utólag rájöttem, mert az oromdeszkának a síkja az 40 centit, ha jól emlékszem, vagy 31 centit lóg túl. Tehát úgy kell kihoznom, hogy a füstcső még ha beljebb is van, de a kémény már úgy csatlakozzon bele, hogy ugye az oromdeszka mellett el tudjam vezetni, és ne érjen bele.
úgyhogy egyébként most jelenleg, ahogy összetákoltam, az most innen nézve, hát nem mondom, hogy függőleges, de innen nézve viszonylag párhuzamosan haladt felfelé a fal síkjával, és akkor így ennek a könyöknek köszönhetően, ami mondom meg lesz akkor is, hogyha a kémény fog majd becsatlakozni, akkor így ki tudtam vinni és el tudtam távolítani az aromdeszkától, már csak azért is, hogy a szélkakas az ne érjen bele az aromdeszkába, és tudja nekem forgatni a szél. Úgyhogy jelenleg így áll a helyzet, így tudnék tenni egy próbát. Tehát most az lesz akkor, hogy én előkészülök estére, majd meglátjuk, hogy mégis mi lesz ebből. Bekészítem a tüzet, felkészülök technikailag, hozom ki a hőmérőt majd, mert azért mégiscsak jó lenne néhány mérést végezni, bár mondom, ez totál temető, csak egyfajta támpontnak azért jó lehet, de szeretnék majd akkor néhány mérést végezni mondjuk az üvegfelületén a kályhának, meg mondjuk közvetlen a kályha mögötti füstcső részen, akkor attól valamivel távolabb itt a sarkon, ahol kijön, meg mondjuk jó lenne ott a végén is mérni valahogy egyet, jó lenne füstgázt is mérni, de olyan szenzorom nincs, amit mondjuk így be lehetne lógatni a kéménynek a legvégébe, mert ugye ezzel a lézeres hőmérővel nem fogok tudni füstgázt mérni, csak felületi hőmérsékletet, de már az is azért egy kiinduló pont lesz nekem, hogy látom azt, hogy mondjuk a füstcsövek még a gyenge fűtés ellenére, tehát azért mondom, hogy ez még nyilván nem lesz egyenértékű azzal a fűtéssel, mint amikor a téli szezonban az ember tisztességgel normálisan befűt, hogy meleget is adjon, de már talán látni fogok annyit belőle, hogy mondjuk itt, ahol kijön a falon a füstcső, hogy itt mennyire meleg még, vagy mennyire hűvösebb már, és akkor ez már azért nekem úgy nagyjából azért el fog árulni egy-két adatot, darázs, hogy rohadj meg. Nem volt egyszerű felrakni, úgyhogy nem is filmeztem le. Nem volt nagy élmény, ha láttátok volna se, nagyon lett volna izgi, úgyhogy üresen, öcsi. Úgyhogy jelenleg így áll a helyzet, én akkor készülnék, és akkor bízom benne, hogy estére ezt összehozzuk. Hát ennyi fényt tudok biztosítani, remélem, hogy elegendő lesz is. Nagyjából majd látni lehet a lényeget. Ha nem, akkor ez van. Viszont sajnos estére szorítkozunk, mivel most van barátibb idő. Egy 24 fok, és ez már barátinak tekinthető sajnos. Hát most ezeket a légcsatornákat ideiglenesen csak papírral betömködtem, hát bízom benne, hogy ez azért valamennyire légmentesen tud majd zárni. Nem tudom egyébként, hogy mennyire fog működni, vagy mennyire nem. A másik dolog, a műszert azt kisehoztam, elfelejtettem, mindjárt megyek vissza érte, hogy nem akarok befűteni papírral ebbe a kályhába, hanem itt már azért mindenképp inkább nyírfa kérget használnék, hogy ugye megelőzzem a kátrány lerakódását a kályhába, amennyiben ez egy működőképes dolog lesz. Viszont lehet, hogy most az első begyújtások alkalmával szükség lesz majd megtoldani egy kis papírral, úgyhogy azt is hoznom kell majd, de egyelőre optimistán csak ezzel készültem. A gyújtósokat én már beraktam oda, meg van ott egy jó marék fa. Egyelőre ennyi, lehet, hogy még fogok majd rátenni, majd meglátom, hogy pontosan mégis hányadán is állunk, egyáltalán mit mutat az egész történet. Jelenleg van benne néhány pókhálóval köröltve, őket kifüstöljük, azt tuti. Aztán meglátjuk, hogy valóban ennek mi lesz az eredménye. Befűteni úgy szeretnék, hogy nyitva hagynám az ajtaját, hogy kapjon egy kis nagyobb húzatot, ezzel is meggátolva annak a lehetőségét, hogy esetleg visszaáramoljon valami. Egy gyenge légmozgásunk van amúgy, egy jó gyenge szél, úgyhogy talán ez nem okoz majd gondot, így, hogy rajta van a római sisak a kéménynek a tetején. Úgyhogy valami ilyesmi lenne akkor. Viszont én mielőtt befűtök, akkor felhozom még gyorsan majd a mérőeszközt, amit fent felejtettünk, illetve lent patkány. Jó,
Alaposan meg kell néznem, hogy hogy is kell itt állítgatni a dolgokat. Mert... Aha, jó van, megvan. Mert nem ugyanazon értéken kell mérni ugye az üveget, a fémet vagy a téglát. Szóval azért kell a táblázat, ami alapján amikor mérek, akkor azt meg tudjam mondani. Hogy valamennyire hitelesnek tekinthető legyen a mérés. Egyébként ezt sokszor nem fogom tudni bemutatni szerintem, hanem majd csak mondani fogom, de hát higgyétek el. Illetve majd azért megpróbálom mutatni is. Na, egyelőre akkor nézzük meg, hogy mi van itt. Ez már eléggé füstölöm magában is. Lehet, hogy szükség lesz papírra, mert ez így annyira nagyon... Most, ha bezárom az ajtót, hát igazából be is aludt. Hát akkor hozzunk papírt. Hát eléggé füstölünk, annak köszönhetően, hogy ez a... Aha, már ott bent látok lángot, tehát most kezd beindulni. Gyorsan ezt igyekszem is megmutatni valahogy. Csak itt állítanunk kell a kamerán. Mondom, lesz egy kis balfazaskodás, ezt el kell, hogy nézzétek, nekem nem tudok mit tenni. Így talán jobban meg tudom mutatni. Be is párásodott egyébként az üveg a kályhán már. Viszont lehet látni, hogy húzza befelé szépen a lángot. Úgy döntöttem, hogy nem használom el a papírt, hanem fogtam a fáklyát, aztán rágyújtottam még egyszer, és így már be is gyulladt rendesen. Teszek rá mindjárt még egy kis fát. Hogy kinyitom az ajtót, az segít esetleg. Egyelőre kezd elhalványulni a mutatvány, visszazárom. Aha, így egy picit jobban ég, hogyha az ajtót zárva hagyom. Viszont kezd megint egy kicsit kifüstölni. Pedig azt akarom megnézni, hogyha jobban adagolom rá, akkor és meggyulladna jobban, mint ahogy az előbb is égett. Bár az előbb nem akár szólt rajta, hanem egy kis fenyő, ha most megint dobja kifelé a füstöt ezerrel. Viszont most kezd megint életre kelni. Hát eléggé dobja a füstöt. Amikor égett jól, akkor jó volt. Viszont ez így nem fasza. Lehet, hogy egy kicsit vastag is ez az akác, ami rákerült. Most viszont kap egy kis plusz levegőt talán. És akkor most bezárom. Hát az a baj, itt az elején ez a nyírfalófasz ég csak.
és ez eléggé elő van. Azt kéne, hogy kicsit beljebb legyen. Pókok menekülnek. Pedig egész ott bent is van lángnyelv, tehát amikor ég, és kezdi húzni, most például, akkor jó. Ezt az elején, ez várható volt, hogy addig, amíg friss a kályha, addig, amíg nem igazán indul be, addig biztos, hogy fog kinyomni egy kis füstöt. Csak remélhetőleg ez később nem fog jelentkezni. Most kíváncsiságból megnézném azt, hogyha esetleg ezt a papírt elveszem innen, akkor történik-e bármi változás, és kap egy kis plusz levegőt oda bent, egy kis plusz kakaót ezáltal. Hát olyan nagyon nem látom amúgy. Még az a baj, hogy nem sikerül úgy megtámasztanom ezt a fát sem rendesen, és nem úgy ég, ahogy kéne. Lehet, hogy hosszabbat, de hát ha hosszabbat vágok, az meg állítólag nem jó, mert akkor meg ugye így végig ég a fa. És akkor meg azért kezd el itt kifelé lángolni, nem pedig behúzva. Hát az üveg elég sötétnek tűnik most, nem tudom, hogy a pára miatt, illetve biztos a pára miatt, ha most kezd jobban égni megint. Kezd bent is megjelenni néhány láng. Tehát amikor jobban ég, akkor kezd igazán normálisan, hatékonyan működni a történet. Viszont ugye én egy kicsit óvatos voltam, nem akartam sok fát rátenni az elején. Már csak azért sem, mert nem akarom hirtelen nagy hővel megterhelni a kályhát. Viszont muszáj vagyok rátenni, mert akkor, amikor kevésbé kezd égni, akkor úgy látom, hogy nem olyan nagyon működik a dolog. Pedig én majd azt is kipróbálnám, hogy esetleg egy kicsit nagyobb fát, ha rátennék. És azt akkor nem innen felülről, hanem innen az ajtó felől. Azt akarom nézni még közben, hogy hogy éghet jobban, esetleg, hogyha nyitva az ajtó, vagy zárva az ajtó. Most kezd a láng elég jól megjelenni oda bent. Nem tudom, hogy kormolódott-e az üveg, vagy csak ennyire bepárásodott. Ez később ki fog derülni. Lent tiszta maradt az üveg, viszont látok ott még vizet rajta, párát rajta. Fent viszont azért, na mindjárt megnézzük. Hát eléggé befüstöltem így most az elején. Viszont most már, hogy kezd égni, nem tudom, hogy mennyire látszik esetleg a kamerának, azért szépen megjelenik oda bent a láng. Na, valami ilyesre volna szükség. Tehát, hogyha az elejé füstölést, ami történt az imént, hát meg most itt kint is nagyon ég. Hogyha ezt sikerülne elkerülni. Vagy megpróbálok mindjárt rátenni téglát, megnézzük, hogy úgy akkor mi a helyzet. Szokták ezt csinálni, hogy így lezárják. Esetleg, hogyha innen... Na, mi van veled? Na már nem tudom kinyitni az ajtót se. Hát az hogy lehet? Ki kell ezt még tapasztalni. Most megint elkezd égni jól. Tehát hogyha sikerül azt elérni, hogy beljebb égjen egy kissé, és hogyha kialakul a megfelelő húzat,
akkor azt mondom, hogy működhet a történet. Viszont ami nem tetszik itt nekem, hogy én itt látok egy kis füstöt, de lehet innen kiszivárogni, vagy honnan? Hát innen a platni felől is jön. Pedig pont ez lenne a lényeg. Ugye ettől tartottam, hogy itt a karikákon keresztül, hogyha nem lesz teljesen jó a zárásom, résmentes, akkor ez így lehet nem fog működni. És akkor azért sem tud többek között kialakulni a megfelelő húzathatást. Tehát jobb lenne egy teljesen zárt platni. Hát nyilván én ezt most nem fogom megfogni, mert a platni az már elég meleg. Az a baj, hogy még mindig itt elő légy jobban. Piszkavasat nem hoztam. Esetleg innen táplálni. Most akkor lehet, hogy ezt nem is kéne akkor így használni. Hát egyelőre azt nem látom, hogy ennek lenne bármiféle plusz funkciója. Bár lehet, hogy van. Hogyha azt nyitva hagyom. Egyelőre nem vagyok marhára oda a működésért. Most dobok rá megint fát, aztán meglátjuk, hogy mit tud. Mondom, sajnos úgy látom, hogy egy kis füstöt ereget. Vagy hát most nem, de eregetett ugye a platnin keresztül is. Innen kezdve, hogyha már nem résmentes a történet, akkor onnan is hibázik a dolog. Mert akkor már nem alakul ki olyan jellegű húzathatás, és ez sajnos most is jelen van. Sőt, én itt is látok kijönni egy kis füstöt oldalt. Nem zárt teljes mértékben. Aha, ezen az oldalon. Van egy kis kormosodás, úgy látom. Majd napfényben jobban meg fogom én ezt nézni, mert így nem látni sokat. Meg hát nektek is kitakarok. Még annyira nagyon nem melegszik. Talán fent már, mintha kezdenék érezni valamit, de most már szerintem a kamerán keresztül ebben a nagy füstben sok mindent nem látni. Itt még kicsapódott egy kis só. Ezt majd le kell takarítani. Most ég rendesen. Viszont ez a sok korom, ez nem igazán jó. Amit úgy látom, hogy keletkezett. Mert ez minden csak nem tökéletes égés. Hát a csövet sem mondanám nagyon melegnek. Langyos már egy kissé. Távol meg még annyira sem.
De hát még csak most fűtöttünk be. Viszont a piszkavasat elfelejtettem felhozni. Azt hozom gyorsan. Hát, jó füst van, mit nem mondjak. Amikor kimentem is éreztem magam a füstöt ezerrel. Egyébként most elég jó parázs van rajta, elég jól ég. Ez a maradék fa, ami még rajta van. Megpróbálom egy kicsit beljebb tolni. Na, ezzel az ajtóval is baj lesz, hogy a hő hatására egy kicsi nehezen fog néha nyílni. Hát nem is tudom, hogy ebből a nyírfából rakjak-e, mert ez rohadtul füstölt. Mindjárt teszek vele megint egy próbát, hogy így majd mit mutat. És ráadásul eléggé nagy kormos lánggal égett. Most egy kisebb darabot raktam rá megint a próba kedvéért, de lehet nem kellett volna, mert már úgy látom, hogy az füstölget megint. Mi van ezzel az ajtóval is? Bezárjalak, ne zárjalak. Amikor, mikor már nem ég, akkor füstöl ezerrel, pedig bent ég. Bent látok egy ilyen csavart lángot, lehet, hogy ott, ahol már a levegő egy kicsit elkapja, a fasz tudja. Oldalt az üvegnél nagyon adja ki a füstöt. Itt valahogy. Ez nem igazán jó a helyzet. Illetve most itt is. Mert azt kéne, hogy begyulladjon rendesen. Mindjárt hozok egy kis papírt is. Hát, ha esetleg, bár akár rá is lökhetem ezt is, úgyse fogom ezt használni szerintem. Persze. Azt kell tudni valahogy elérni, hogy égjen rendesen, tehát hogy ne aludjon be egy kissé, mert akkor kezd el rohadtul füstölni. Illetve akkor nincs húzat, akkor nem működik a történet. Hát ilyenkor, mikor lánggal ég, akkor minden rendben van, akkor nem áramlik ki füst sem semmi. Olyan, mintha talajból jönne füst. Olyan volt. Lehet, hogy itt valahol kiszivárgott valami az imént. Jó bürös füstszagú leszek. Hát itt lehet méricskélés nagyon lesz.
mert eddig igazából csak füstöt sikerült elérni, többet nem. Hát sok tényező játszott ebbe szerepet. Például az is, hogy ugye kint még rohadt meleg van. Itt a cső most már valamennyire langyosodik jobban. Hozok még egy kis fát, valamit rakunk rá. Van még itt egy kis kukoricacsutka. Lehet, hogy ez is csak füstölni fog, de hát már rohadt mindegy. Ah, begyullad ez. Jó száraz. Megpróbáljuk felülről táplálni valamennyire. De akkor még végig ég, akkor meg megint itt fog csak égni. Fent. Pedig húzza befelé jól, de valahogy nem az igazi. Ugye nagyon sikeresnek nem nevezném a dolgot. Most egészen bent ég, pedig itt kint is van parázs. Most a kukoricacsutkán keresztül kezd kifelé égni egy kicsit. Azt igyekszünk mindjárt kihasználni, és nem befüstölni még jobban. Csak ez a csutka, ez elég hamar leég, még a gyékény sem nagyon, jobban mondva, a szőlővenyige sem nagyon veszi át a tüzet. Talán most igen. Csak ugye attól is félek, hogy nagyon megrakja, megtömjem, hogy ne kapjon levegőt, akkor lehet, hogy még annyira sem fog égni. Megpróbálom azt is valahogy megnézni, hogy lenne jobb zárt ajtóval, nyitott ajtóval. Igazából nagy különbséget nem látok. Akkor se, hogyha lezártam legalábbis eleinte, ugye itt a légcsatornákat. Hát ezt még rárakjuk. Aztán meglátjuk, hogy egyáltalán kínlódjunk-e tovább. De már olyan füstös vagyok, mint szalonnasütéskor gyerekkoromban. Jó száraz pedig a cucc. Ugye amikor ég, akkor ég. Úgy, ahogy kell. Ilyenkor nincs benne hiba. Viszont annyira nagyon nem nyomja tovább, jelenleg eddig nem nyomta tovább, legalábbis úgy érzem, a húzatot, vagy nem alakult ki az a fajta ellenáram, bár most mintha jobban égne, és éppen ezért
Nem is nagyon melegszik. Hát ennyi idő alatt lehet, nem is nagyon fog átmelegedni. Még így az oldala. Viszont az a fajta rakéta effektus, aminek ugye működnie kéne, az a hanghatás például, meg az a fajta égési mód eddig egyáltalán nem valósult meg, még a közelébe se jártunk. Most már kezd megint egy kissé csillapodni. Legalábbis itt az elején, ott hátul még azért ég elég jól. De olyan sokáig nem tartott mondjuk ez az égés sem. Feltétlen. Hát igenis, egy nagyon picit, nem olyan nagyon durván, de egy nagyon picit azért egy kis füst itt kijön, és az a bajom vele, hogy ezzel a platnyival, ezzel a karikással ez lesz a gond, hogy egyszerűen nem résmentes, és ezáltal ott ki tud szivárogni, akkor már innen kezdve visszafelé sem nagyon. Aha, itt már jobban érzem, mintha langyosodna valami, csak azt tovább kéne fűteni benne. Hát most hoztam rá megint egy kis fát. Egyelőre csak így fincsibe. De nem vagyok elragadtatva. Kíváncsi lennék rá, hogyha kint hidegebb lenne. És ugye zárva lenne az ablak, meg az ajtó, tehát tényleg lenne hőmérsékletbeli különbség is. Hogy akkor mi lenne a helyzet. Na, hát ezt a projektet ne tekintsük egyelőre sikeresnek. Még tovább kell kísérleteznem, játszanom vele. Hogy egyáltalán meglássam, hogy hányadán is állunk. Még megvárnám a hideg időt, akkor tennék vele jobban próbát. Most úgy látom, hogy sok értelme ilyenkor nincs. Aztán, ha akkor se fog működni, és mondjuk esetleg nem nagyon akar égni úgy, ahogy én azt elvárom, akkor lehetséges, hogy csak kénytelen leszek egy nagyobb kéményre beruházni, vagy valami hasonlóval kipróbálni, de hát azt is most kipróbálom, és hogyha nem fog működni, akkor az is mínusz. Na, még ennyi fát rááldoztam,
aztán ég, ahogy ég. Egyébként, ami duruzsolás lehet hallani közben a háttérben, egy köcsög lódarázs a rohadt anyjába. Már alig várom, leszálljon valami olyan helyre, ahol jól meg tudom gyomrozni és megtaposni a köcsögét, nehogy bemegy oda, ahova szállnak. Hát nem melegedtünk át egyáltalán. Füstös szivárog a platin keresztül, az egyáltalán nem jó. Ugye nincs meg az a fajta ellenáramlás szerintem, aminek meg kéne lennie. Itt talán érzek valamit, de nem vagyok már ebbe se biztos. A kályha cső az itt viszont most már nem tudnám rajta tartani a kezem, az tény. Elég jól átmelegedett egészen idáig. Idáig. Ez szerintem még az előző fűtés, amikor jobban égett sokáig tovább lánggal. Itt már csak langyos. Itt is elég jó langyos, de ott elől már azért eléggé átmelegedett tisztességesen. Hát most adok neki még egy kis lángot. Mondom, nem tudok rájönni, hogy lenne jobb, nyitva, zárva. Ugye ez se tökéletesen résmentesre zár, de gondolom, hogy valamennyire azért segít, vagy használ. Most már nem látom, hogy jön neki füst itt oldalt. Viszont eléggé füstölve égett az elején, meg egy-két alkalommal, és akkor kormolt is, szóval egyáltalán nem égett ez úgy, ahogy ennek égnie kéne. Tehát szerintem, ha jól látom, de mondom, azért annyira sötét van, így lámpafénynél kevésbé látszik, de eléggé kormolódott odabent is a történet. Az üveg nem, illetve hát az üvegnek a tetején lehet, mondom, nem tudom megítélni. Aha, úgy látom, hogy talán így az üvegnek a felső része egy bizonyos ponton. Na hát ennek így kéne égnie normál esetben. Annyi, hogy amikor itt hátul is kezd már egy kicsit égni a fa. Aha, nem szabad nagyon megemelni ezt az ajtót, mert akkor szintén nem nyílik ki úgy. Amikor ég, akkor jól ég. Még úgy is, hogy még mindig nincs meg az az effektus, aminek meg kéne lennie, és akkor ez lehet valóban arra vezethető vissza, hogy nagyobb keresztmetszet kéne, vagy még mindig nagyon az elején vagyunk, és még tényleg nedves egy kicsit a kályha, belülről hideg, nehezebben melegszik át, meg jó lenne, hogyha ez a kis füst nem szivárogna itt ki. De az is lehet, hogy ez részben vízgőz, még ami próbál itt kimenekülni, fene tudja. Ez baj, nem látom, hogy... Hát az üveg az szerintem vizes. Forró is egyébként, de belülről én úgy látom, hogy csillog egy kissé. Úgyhogy... Kell még ezzel fussok én néhány kört. Még akár felvételeken kívül is, hogy egyáltalán bejárosan megnézzük, hogy mi a helyzet, vagy hányadán is állunk. Sőt, én engem most már nem is érdekel, itt most már elég forró. Hozok én még rá fát, hát ezért kezdtük, ezért csináltuk ezt az egészet. Addig égjen, amíg van rá lehetőség, hogy most akkor játszadozzunk vele. Kikapcsolok addig titeket, pácolódjatok a füstben. És a köcsögdarás csak nem akar kimenni. Most lámpával ránéztem a kéményre, a római sisoknak. Alulról, a felső részén lehet látni rengeteg vízkicsapódást, meg egy kis vízgőzt is, ahogy kiszáll, kiáramlik. De hát ugye ez nem véletlen. Na, égél, ahogy tudsz. Rád van bízva.
De hát most úgyis csak füstölni fog. Elkezd égni, rögtön elkapja a húzat. Engem meg a szívinfarktus. Addig, amíg nem ég. Lehet, hogy szellősebb lenne egyébként, hogyha hagyományos módon innen állítgatnám bele a fát. Viszont akkor az a baj, hogy ugye elkezd visszafelé is égni. Eddig legalábbis az volt a tendencia, azért is dugdosa mindenben előről. Hogy hát, ha így, akkor esetleg többre megyünk vele. Majd mindjárt megpróbálok kint is csinálni egy felvételt. A lámpá, vagy a lámpával kint a kéményről. Kezd begyulladni lassan. Hát nagy melegséget még mindig nem érezni. Pedig előbb-utóbb biztos, hogy el fog kezdődni majd melegedni. Csak idő kell neki. Mert hát ugye a kályhacső az már, hát azt, hát ez már elég forró. Egész végig. Úgyhogy. Na, hogy állítsuk be? Nézzünk egy kályhacső hőmérsékletet, vagy egy platni hőmérsékletet. Hát van itt olyan, hogy acél, meg van, hogy vas. Hát így jön 0,70-től 0,90-ig. Hát akkor beállítjuk mondjuk úgy 80-ra. És akkor úgy mérünk egyet. Hát most higgyétek el az adatot, amit majd mondani fogok. A platni sarkára mérek. Itt jelenleg 97, 96, hát 98-at mutat. Ha a közepére mérek, 145. 147, itt 151, hát igen, itt van valahol a közepe, ahol végül is történnek a dolgok. De itt a sarkánál, a szélénél már megint csak 71 néhány fok. Itt hátrébb, szintén a sarkánál, a perifériánál már 89, tehát alapvetően valóban arra húz. 134, tehát arra felé. Ezért látszik, hogy valóban az a fele, az azért jobban adja. Nem füstöl egyébként. Égünk? Mint a rejsztag. Most azt mondom, hogy elég jól. Kint majd mondom a kéméről, majd mindjárt mutatok képet. Viszont most nem füstöl odafent. Na nézzünk akkor. Itt közvetlenül, ahol kijön a kályhacső, 52 fok, ami nem sok. De azért a kezemet már rátartani, rajta tartani nem olyan jó. 49,2, ott 52,2 volt amúgy. 47,2. 44. 43. Itt már éri a kinti friss levegő is valamennyire. 43,4. 53,6. Megint mérek egyet itt középen.
163,9. Ja, az üvegen nem mértünk, és kell ennek az üvegnek, pedig néztem. Hát itt van olyan, hogy 0,85-től 0,92-ig. Akkor mondjuk legyen 0,89. 169,8, fent pedig 179,2. Hát a téglát nem mérem, mert nem melegszik még. Ugye van a köpenyfal, van a samot is még belől, szóval nem csoda, hogy ennek azért több idő kell, míg ez átveszi a hőt. Itt már érzem, de hát itt az üveg közelsége miatt értelemszerűen. Itt azért már van hő. Itt lejjebb már kevésbé. Majd még ezt a maradék sót úgy látom le kell tisztogatnom. Itt megint csak nem kéne most, hogy érződjön bármi is, ugye, mert még nagyon az elején vagyunk. Gyorsan elszaladok még egy kis fáért. Bár már lehet, hogy ennyi fűtés oda bent elég volna. De még egy picit rakok rá, úgy döntöttem. Most már csináljuk. Viszont a füstöt már sikerült felszámolnunk. Tehát így, hogyha égünk, hű, de nagyon égünk. Megmondom őszintén, melegen van már. Hiába még maga a kályha úgymond nem melegít, a kályha fala, de nekem azért, meg így bejövök, érzem, hogy elég tisztességes meleg van. Egyelőre nagyon-nagyon nem tudok rájönni, hogy hogy lenne jó. Nagyon megrakni se akarom, hogy ugye a levegő útját állja a sok fa, bár ennek a két légcsatornának azért működnie kell. Tehát dobnia kell akkor a levegőt ott hátul. Szóval, amióta ég folyamatában, azóta nem látok füstöt se kiáramolni. Hát most kíváncsiságból bezárom ezt az ajtót, megnézzük tartósabban, hogy így mit mutat. Bár így úgy látom, jobban csapkod a láng. Talán. Mint amikor nyitva van. Nem tudom, hogy már esetleg tényleg valamit, mintha érezni lehetne, hogy langyosodik, de az is lehet, hogy már csak én látom bele. De azt hiszem, hogy talán egy kis melegedik már. Hát amilyen elkeserítő volt az eleje. Mondom, persze azért én erre számítottam, de azért akkor nagyon füstölt. Hát jó lenne, hogyha ez nem történne meg minden egyes hideg begyújtás alkalmával. Tehát úgy értem, hogy minden esetben, amikor a téli első begyújtás történik. És bízom benne, hogy valóban azért, mert még ki kell égetni a kályhát, mert még ugye van benne pára. Meg nedvesség, és akkor ezáltal nem is tud olyan szinten átmelegedni.
Azért annyira narancsárga láng az üveg mögött, mert ott kormozódott ugye. A rossz égésnek köszönhetően az üveg az elején. Tehát ezért látjátok ezt a fajta különbséget színben. Tehát az üveg aljánál jobban látszódik a láng, viszont fent pedig még ott is csapkod, de ott azért már eléggé kormos. Úgyhogy le fogom takarítani az üveget, és akkor majd lehet, hogy teszek én holnap is még egy próbát vele. De most nézzük meg kint akkor a kéményt, ezt megpróbálom nektek megmutatni. Ja, nyílik ez az ajtó, csak rá kell erre is jönni, hogy pontosan hogyan működik. De már rohadt melegen van. Valaki említette a kis tűzteret, egyébként valóban mondtam is, ugye, hogy ez nem a legnagyobbik tűztér, viszont ahhoz képest, amennyi fát már raktam rá, ugye még azért nincs tele, teljesen rendben van, ég úgy, ahogy ennek égnie kell, talán, nem tudom. Szóval még ilyen jellegű gond azért nincs, hogy telítődne a tűztér annyi parázssal. Tapogatózom, mint valami vak, de egyelőre hiába. Viszont tényleg érdekes, hogy most már semmiféle füst, vagy vízgőz, vagy én nem is tudom. Szóval semmi nem szivárok ki ide fent, még tette ugye az elején. Hát ahhoz, hogy azért itt a tégla átmelegedjen, ugye középen megy fel a füst, aztán két oldalt meg hátul elméletileg le. És ott is úgy van, hogy van a köpenyfal, hát láttátok, hogy építéskor van a köpenyfal, benne a samott tégla. Szóval azért ennek tartósabb hő kell szerintem majd ahhoz, hogy ez kijöjjön. Pedig én attól tartottam, és ugye azért is csináltam direkt ilyen kis átmérőjére a kályha előső részét, a tűzteret, a hőemelőt, meg a satöbbit, mert attól féltem, hogy ez nagyon elkezdi nyomni majd a meleget, mielőtt még rendesen átmelegedne a hőtárolóm, ugye a patkám, és pont azért csináltam így. Viszont azért ennyi idő után szerintem már, mondom, csalóka, kint is meleg van, nem ég úgy szerintem olyan hatásfokkal, tehát tökéletes égési tuti, nem hogy tökéletes, hanem közel tökéletes, vagy valami hasonló égési tuti nem valósul meg, se semmi hasonló, tehát innen kezdve eleve bukik a mutatvány, mert hogyha itt azért az elejétől fogva ez normálisan ég úgy, ahogy ennek égnie kell, akkor szerintem, hát eleve ugye sokkal nagyobb hő termelődik, innen kezdve azért sokkal gyorsabban adja át a körülötte lévő épített téglának. Viszont most azért azt mondom, hogy adja jól. Itt most egy kissé elől is ég, mert elég hosszú anyagot raktam rá, ezt beírtolom. Azért füstöl ez itt most egy picit. Viszont a rakéta effektus nem jelentkezik. Az egyáltalán nem jelentkezik. Ezek jó téglák építeni. Ne kormoljuk össze. Ez pont a szép oldala. Mert ugye szokták azt, azt több helyen is láttam, hogy aki ezt a klasszikus J alakú rakétakályhát építi, és elől nincsen semmiféle hamuzótér, hanem egy az egybe itt hamuz ki, ugye, ami eléggé kellemetlen, mert úgy kell marokkal, vagy valahogy kislapáttal, de azzal se félsz hozzá, még a nagyobb átmérőjűnél sem. Szóval úgy szokták csinálni, hogy raknak rá egy téglát, vagy kettőt, és akkor csak egy rés, csak egy pici rést hagynak, amin a levegőbe tud áramlani. Egy idő után meg van, hogy le is zárják teljesen. Tehát ezért próbáltam meg azt is, hogy esetleg akkor azt ott lezárom, ezt a részt nyitva hagyom, vagy ha az ajtót nem is, akkor csak ugye itt a két légcsatornán kapja a levegőt, bentre, hátra. Hát most megy a kísérletezés.
Holnap én nem adom fel, attól függ, mennyire meleg lesz már holnap este is, mert azért nem optimális. Szóval holnap én letakarítom a kormot az üvegről, és hogyha nem lesz annyira nagyon meleg, talán, nem tudom, milyen parazsat lökött ki. Azért az nem olyan jó. Akkor én azért még lehet, hogy elbíbelődöm ezzel, mert valahogy munkára kell bírni, illetve hát meg kell találni a gyenge pontját, és akkor annak megfelelően esetleg módosítani a dolgokom. De elég szofisztikáltan ég, mit ne mondjak. Nem húzza fel annyira a lángot. Pedig van rajta a faanyag, de van rajta parázs is ezerrel. Hát többet már nem rakok rá, mert tényleg nem akarom azt, hogy nagyon hirtelen megterheljem. Szóval ezt így hagyom, hogy leégjen. Utána én még este ki fogok jönni tapogatózni egy kicsit. Este amúgy is szokása van a tapogatózásnak. Szivárgásunk az ugye nem volt. Már amennyire figyelgettem, legalábbis nem láttam. Aha, itt van egy kis vízfolt. Akkor itt elég sok víz kicsapódott most, és kifolyt. Nem véletlenül raktam a tanácsotokra úgy a kályhát, a csövet, hogy errefelé lejtsem. És itt látszik egy pici folt. Hát nyilván ez most jelentkezik. Egyébként az a tervem, hogy itt fúrni fogok alóra egy lyukat, és egyszerűen csak a homokba, hogy szivárogjon ki majd a víz, úgyis a homok, hogy melegszik, majd azért szépen el tud a száradni, illanni, elméletileg. Viszont igen, eléggé vizes. Hát, de láttátok a kéményt is, tehát ez nem meglepő. Még mindig langyos. Ugyanis én, amikor este kijöttem, egy olyan 45-50 perc elteltével, visszanéztem nagyjából a felvételeket, belenéztem, és egy olyan kb. 3-4 óra után vissza kijöttem, és nagyon jó meleg volt a kályha minden oldala. Hát itt az elét már akkor mutattam, mondtam, hogy ugye meleg, tisztességesen meleg, viszont hál' Istennek ez az oldal is. Tehát nincs arról szó, hogy a kályha féloldalos lenne. Úgyhogy este, amikor kijöttem, akkor még annyit csináltam, végig tapogattam, mindenhol egyenletesen ugyanolyan meleg volt a másik oldal is, meg itt is, és annyit csináltam, hogy levettem a karikákat, hogy tudjon itt is esetleg egy kicsit kipárolni, kiszellőzni, illetve akkor ez a két karika össze volt ragadva. Aha, most már nem. Tehát vagy a hőtágulás miatt, de össze volt ragadva, vagy a víz miatt egy kicsit össze volt tapadva. Majd esetleg megpróbálnám úgy helyezgetni, hogy még annyira se szivárogasson ki semmi, de hát hogyha nem jól illeszkedik, akkor hiába. De bízom benne, hogy mondom, ez csak az elején volt így, addig, amíg a kályha ilyen szinten ugye vizes, úgymond, és nincs kiszárítva. Úgyhogy így most már jobban látni, hogy fekete az üveg is, majd mindjárt leveszem a platnit, aztán megtakarítom. Tehát ez így akkor rendben van. Illetve itt sokkal nagyobb vízfoltot láttam, és lehet látni is benne, hogy a kondenzvíz elég tisztességesen kicsapódott, és itt ki is folyt. Tehát ugye úgy van ejtetve végig, hogy erre folyjon ki, meg itt is. Még úgy is, hogy ez nem végleges. És most azért tényleg még rengeteg víz folyt ki, így akkor a kályhából. Tehát nem véletlen, hogy egy kicsit nyögvenyelős és küszködős volt az eleje. Ami? Na most harapjak, vagy ne harapjak? Itt van. Gyere. Kori. Itt van. Gyere. Itt van. Te béna. Szóval, utána viszont már a fűtésnek így a második harmadától kezdve, vagy hát a második harmadik kétharmadában már azért normálisabban működött a történet, én úgy vettem észre. Aha, aha. Hülye. Szóval én ezt akkor most leveszem, és akkor az üveget megpuszolom. Illetve még annyit fogok csinálni, igen, azt felejtettem el mondani, hogy itt lehet látni egy kis feketedést. Itt egyébként én már este is láttam, hogy az üveg meg a kerámia paplan van egy között, van egy pici rés, és ez azért nem olyan nagyon jó, mivel
Én amikor raktam be a kerámia paplant, akkor ott egy picit vékonyabb anyag került, már akkor néztem, de mondom, csak nem lesz baj, majd kiderül. Hát ki is derült, úgyhogy ezt itt szerintem le is fogom venni, mert azt hiszem ez itt pont már egy külön darab, és egy vastagabbal pótolni fogom. Úgyhogy így is, úgyis akkor kiveszem az üveget, és akkor könnyebb lesz megtakarítani. Illetve itt hátul láttam egy olyat, ahol szintén jött ki egy kis füst talán, illetve hát konkrétan azt nem láttam, hogy itt jött ki, de látszik a nyoma. És itt kapaszkodni. Nem tudom, hogy így mennyire látszik. Olyan, mintha itt egy kicsit hiányos lenne a gyapotunk. Ott is van egy pici feketedés amúgy, de ott, mintha egy picit hiányos lenne a gyapot. Úgyhogy lehet, hogy oda egy kicsit szintén valamit vastagabbat alá kell majd raknom. Én szerintem fogok tenni vele próbát, mert hát az a baj, hogy ma se fog lejjebb hűlni a hőmérséklet estére. Így meg azért eléggé húzós azért próbafűtést csinálni. Illetve hát most már azt mondom inkább, hogy szárító fűtést csinálni. A nyírfakérget el fogom felejteni egy-egybe. Marhára kormol szerintem, rohadtul füstölve, fekete füsttel ég. Úgyhogy én maradok a papírnál, hát tetszik, nem tetszik, ez van. Illetve hát ma, akkor ha lesz egy újabb szárító fűtés, akkor ki fogom próbálni majd papírral a begyújtást. Mert ez tényleg egyszerűen hihetetlen, hogy milyen fekete füsttel ég. Illetve azért én benéznék idején este, már lámpával benéztem. És szeretném nektek is megmutatni, hogy hál' Istennek nincs semmi változás, nincs eltörve semmi. Igen, ott látszik, hogy feketedett jobban. Sajnos itt a téglát, mikor raktam, itt lejjebb került ez a rész, kicsit kevés habarcs került alá. Ki kellett volna inkább szedni, és akkor jobban alá habarcsozni, hogy jobban színbe legyen, de hát azért is gondoltam, hogy a kerámia paplan majd a vastagsága elviszi. De lehet, hogy itt akkor jobban kell majd egy kicsit esetleg alá rakni. Ezt most csak lerakom ide. Szóval itt semmiféle negatív változás nem történt. Igen, az üvegünk az kormos, ezerrel mindjárt nézünk egy lámpát. De hát ugye az igazság, hogy nem lesz ez így a többi fűtésnél. Remélhetőleg már a mainál sem, tehát a következőnél sem. Majd, hogy ilyen szintű korom keletkezzen, mert hogyha sikerül ezt normálisan kiégetni, akkor és kiszárítani, akkor utána már ezzel elméletileg nem lesznek gondok. Jó, nincs elrepedve. Tehát a samott téglák ugyanúgy a helyükön vannak. Eddig nem történt semmi gigszer. Remélem, akkor már nem is fog. Ez az első olyan jelentősebb sok behatása ugye a KH-nak. Ahol, hogyha esetleg valami gond van, akkor az rögtön kibukik szerintem. Így talán látni is valamit. Tehát látszik, hogy milyen kormos az üveg is. És nem véletlenül nem lehetett látni annyira lángot sem, csak egészen alul az üveg aljánál. Ezért mondom, azt kiveszem, és akkor megtakarítjuk okosba. A hamutálca már nem üres. Ez még a kabinból, a sparhelyből van. Bal kézzel jobban megy, mint jobb kézzel. Van rajta szén is ezerrel, ami csak elszennyesedett már a végén, nem égett el teljesen. De ilyen volt a sparhádban is. Szinte egy az egybe ki tudom húzni. Vegyük ki óvatosan az üveget. Ezt most ide rakom.
Ez ide ráragadt. Egy kisebb darab. Hát igen, lehet látni, hogy megfeketedett. Bízom benne, hogy a mai naptól már ilyenre nem fog sor kerülni. Egy pici víz. Csak módjával, mert ezek a papírok nem bírják. Hamu. És akkor lehet takarítani. És ez gyönyörűen le is hozza. Lehet több víz kellene. Akinek esetleg annyira érzékeny a keze, a bőre, akkor az esetleg használjon gumikesztyűt, mert ugye azért mégiscsak lúgos anyag a hamu vízzel együtt. Hát ez elég nehezen jön le. Ez sikerült jól ráégetnem valahogy. Azért a sparhátnél ilyenkor már ez régen lehúzta. Esetleg, ha nagyon sokáig rajta hagytam, és később takarítottam le, napokkal később, akkor fordult elő, hogy ennyire makacs volt a szennyeződés. Szerintem ez azért lehet, mert ugye először volt pára kicsapódásunk, utána megkapta a kormot, mert itt látszik is így cseppekben, hogy kicsit ki van csapódva. Utána megkapta ugye a kormot, és ezért ennyire nagyon nehézkes ezt letakarítani. Hát ezt így egy kicsi nehezebb volt megtakarítani, mint én ezt terveztem. Nem gondolom, mondom azért, mert kicsit többet kapott az átlagosnál. Kicsit szélesebb, meg vastagabb anyagot is rakok ide. Ezzel meg fogom szépatni magam, mert az üveg majdnem nagyon akar a helyére menni, de hát ha egyszer a helyére kerül, akkor most már tényleg remélem, hogy a helyére kerül, aztán csőváz. Itt az első szakasznál kell odafigyelni. Jó. Ebben benne van, akkor rátesszük így, nem pedig az üvegre, majd aztán a téglát. És akkor lehet majd megint próbafűtést csinálni, jobban mondva szárítót. Valamikor, hogyha egy kicsit lehűlne jobban az idő. Direkt korábban bekapcsoltam nektek a kamerát, csak hogy meghallgassátok, mert tudom, hogy szeretitek. Figyelj! És én ezt nem is szoktam visszahalkítani, mert én rohadt köcsög vagyok. De ami a lényeg, egyfajta verdikt, vagy ukáz, ami a kályhánkat illeti. Jaj, a méheske is kezd életre lelni. Belesett itt a laborvízbe, gyakran előfordul. Kivettem, életjelet már nem nagyon mutatott, bár mintha láttam volna a szájszervénél valamit habzani, de arra gondoltam csak, hogy a mosogató szar. De nem, most már tisztálkodik, csupaszítja magát. Úgyhogy valószínűleg ez fel fog éledni. Egyszer már jártam így, azt kiroptam oda, azon már rögtön láttam, hogy kezd életre kelni. Úgyhogy remélhetőleg túl is éli. Pedig nem úgy tűnt, ő már nagyon tetszhalotti állapotban volt. Tehát a lényeg, ami a kályhát illeti, itt három fontos tényezőről beszélhetünk szerintem most jelen esetben, amiből következtetéseket, tanulságokat lehet levonni, vagy hát valamit. Ez pedig a következő. Az egyik és a legfontosabb, amit eddig is tudtam, hogy a szakirodalom mondjuk nem véletlenül említi, és nem véletlenül beszél róla, az, hogyha mondjuk tennék mondjuk a kályhá mögé egy nagy baszonfasz 180-as, 200-as átmérőjű csőrendszert, kéményt, stb., biztos vagyok benne valóban, hogy nagyobb húzathatás lenne. Tehát ettől tekintsünk el, ez alap,
Rendben van, el is fogadom, nem is vitatkozok, nem is... áll szándékomban vitatkozni vele. Viszont én azért nem akarok túl-túl optimistának meg öntörvényűnek tűnni, de azt gondolom, hogy ettől függetlenül még a 120-as és 130-as kombóval is működhet, mint ahogy ezt lehetett látni. Itt inkább a másik két tényező a fontos számomra, amin érdemes elgondolkodni, és ami remélhetőleg ugye majd akkor ez javítva is lesz. Az egyik az, hogy fűteni nem véletlen fűtés szezonban kell, tehát akkor, amikor hideg van. Tehát akkor, amikor bent 24 fok van, meg kint egyaránt 24 fok van, az közel sem az ideális állapotokat tükrözi, tehát innen kezdve ez az egyik olyan dolog, ami szerintem jelentősen hátráltató tényező volt már az elejétől fogva, de mint látható volt, miután a kája kezdett már azért bemelegedni, akkor onnan kezdve azért ez működött, tehát ez sem annyira nagyon durva, tehát be erre is már azt mondanám, hogy valószínűleg ez akkor majd, hogyha hűlni fog az idő, és egy kicsit hidegebb lesz, akkor már egy kicsit jobb lesz majd a helyzet. A harmadik viszont, amivel még egy kicsit nekem dolgoznom kell, az pedig az, hogy a kályha ne legyen taknyos. Tehát lehet látni, hogy ontotta magából a vizet, ez még totál átvoltázva, tehát innen kezdve biztos vagyok benne, hogy nem lehet elérni vele egy normális hatékonyságot, nem véletlen ilyenkor nem ez a cél, hanem azt, hogy kiszárítsuk megfelelő módon. Tehát ez a két utolsó tényező szerintem, amire nekem most koncentrálni kell. Az egyik majd az, hogy valahogy hátra esetleg lehűlne az idő, ha csak egy-egy estére, egy-egy napra is. Ettől függetlenül ezt a szárítófűtést nem fogom hanyagolni. Tehát mondom, hogyha legalább annyira lehűl estére, mint tegnap, akkor én valószínűleg ismételten meg fogom ezt tenni. Már csak azért is, hogy tényleg a tegnapjakhoz viszonyítva lássam azt, hogy körülbelül van-e valamiféle előrelépés, változás ez ügyben, például azzal kapcsolatban, hogy mondjuk nem ég olyan kormosan, már csak azért sem, mert mondom, nem akarom használni ezt a nyírfa, nyálfa, akármicsodát, taknyolni, kormolni vele, meg abból a szempontból sem, hogy közben pakolok, és már sem tudom, mit mondok, vagy miről beszélek, abból a szempontból sem, hogy már talán a víznek a nagy része remélhetőleg azért csak távozott a kályhából, illetve hát, hogy erre is akkor majd ugye rálátásom lesz most a második fűtés alkalmával, hogy fog-e annyira vízesedni megint a kémény, esetleg bent már rögtön az üveg, tehát így akkor már ebből a szempontból is okosabb leszek. Úgyhogy nagyjából ez az utolsó két olyan pont, amivel nekem foglalkozni kell inkább jobban, és amire oda kell figyelnem, és akkor ha esetleg a hideg időben és totál száraz kályhával is ugyanilyen pocsék lesz majd az eredmény, na akkor fogok visszatérni az első pontra, ami ugye azt taglalja, hogy kell egy nagyobb kémény. Amennyiben nem, akkor bizony maradni fog, ha tetszik, hanem még akkor is, ha ez a kályha csak 80%-os hatékonysággal fog dolgozni, nekem megfelel majd. Na csővász, pacsi, BKV, meg a játék, legyen neked. Ennyi arra, arra kamera van, ezt meg nem érted. A szembe megyek szerkeszteni. Mondanám azt, hogy megszerkeztem nektek most ezt a videót, de az igazság, hogy nem ez következik most, mert ezt szerintem ti akkor fogjátok majd csak látni, mikor én már gőzerővel, ezerrel napi szinten rendszeresen fűteni fogok majd a kályhába. Mert eléggé el vagyok maradva. Ti még olyan videókat fogtok látni, mint utolsó simítások, nem tudom, üvegnek, a platinak a behelyezése, meg az utolsó simítások, tehát amikor lekenem lenolajjal, kaparászok ott, meg stb. Vagy valami ilyesmi. Aztán majd egyszer láthatjátok ti is, hogy ég a gyertya, ég, el ne aludjék. Igaz, bundi!